A magyar népdal és néptánc az egész magyar lélek tükre. A magyar nyelvvel egyidős, anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket. Kodály Zoltán szavaival köszöntöm tisztelt vendégeinket, a kedves szülőket a 18. Györfi Néptánc Gálán. Engedjék meg, hogy a mai délutánon elvezessem Önöket a magyar nemzeti kultúra színes világába. A néptáncé lesz a főszerep, de ízelítőt kapunk a műsor folyamán népi játékokból, népdalokból. Kodály Zoltán útmutatását követve intézményünkben már egészen kicsi kortól elkezdjük a magyar néptánccal való foglalkozást, mely segít megismerni saját kultúránkat, és hozzájárul nemzeti identitásunk kialakításához. Egy-egy jól sikerült fellépés nem csak a közönségnek, de maguknak, a gyerekeknek is hatalmas élményt jelent. Abban, hogy a magyar kultúra ezen ága továbbra is megmaradjon, épp úgy az idősebb korosztálynak, mint a fiatalok generációnak is nagy szerepe van. Az idősebbeknek a tanításban és az értékek átadásában, gyermekeinknek a tanulásban és az értékek megőrzésében kell helytállniuk. A Györfi István Katolikus Általános Iskola a magyar táncok megmentésére, őrzésére, felélesztésére nagy felelősséggel készül évről évre. A mai délutánon 18 csoportunk mutatja be a magyar tánc hagyomány sokszínűségét különböző tájegységek koreográfiájával. Kedves vendégeink! A bevezető gondolatok után tisztelettel felkérem Kovács Miklósnét, intézményünk igazgatónőjét, meghívott vendégeink köszöntésére és a 18. Györfi Néptánc Gála megnyitására. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen. Jó napot kívánok! Kedves vendégeink! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy köszöntsem a 2017. évi Györfi Napok rendezvénysorozat záró rendezvényének a 18. Györfi Néptáncgálának a vendégeit és szereplőit. Öröm és megtisztelő számunkra, hogy ilyen szép számban elfogadták meghívásunkat a mai délutánon. A Györfi István Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete, tanulói és a magam nevében szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt, a karcagi római katolikus egyháztanács tagját. Köszöntöm Pánti Ildikó képviselőnőt, iskolánk nyugdíjas igazgatóját. Köszöntöm Gulyás Zsolt plébános urat, érseki tanácsos, a Györfi István Katolikus Általános Iskola lelki vezetőjét. Köszöntöm Sipos Antal urat, az egyháztanács világi elnökét. Szeretettel köszöntöm az egyháztanács és az egyházközség jelenlévő tagjait. Tisztelettel köszöntöm Molnár Pál képviselő urat, az iskolaszék elnökét. Köszöntöm Szabóné Fábián Évát, a szülői munkaközösség elnökét. Szeretettel köszöntöm Nagy Józsefné igazgatóasszony a Marista általános iskolából. Köszöntöm Kunné Nánási Mónikát, a Madarász Imre Egyesített Óvoda igazgató helyettesét. Köszöntöm a társintézmények vezetőit, képviselőit. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves szülőket és hozzátartozókat. Köszönöm, hogy lehetővé tették gyermekeik számára a mai napon a fellépést, és köszönjük a finom tájjellegű süteményeket is. Szeretettel köszöntöm a média képviselőit, és köszöntöm a Karcag Televízió nézőit is. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a mai délután főszereplőit, a Györfi István Katolikus Általános Iskola osztályait, néptánc szakköröseit, énekkarosait. Köszöntöm Oroszné Millinghoffer Ritát,
néptáncpedagógusunkat, aki a mai napra felkészítette tanulóinkat. Köszöntöm osztályfőnökeinket az osztályoknak. Üdvözlöm a Pipás zenekart, és szeretettel gondolunk azokra a nyugdíjas kollégáinkra, Györfi utódokra, akik levélben küldték el jó kívánságaikat a mai rendezvényünkre. Kedves vendégeink! A február hónap nagyon mozgalmasan telik a Györfi István Katolikus Általános Iskolában. Ilyenkor zajlanak a nagy népszerűségnek örvendő Györfi napok rendezvényei. Az egész hetet Györfi István szellemisége hatja át. Ebben az évben hétfőn emlékeztünk meg iskolánk névadójának, a jeles néprajztudósnak, Györfi Istvánnak születésének 133. évfordulójáról, és helyeztük el a megemlékezés koszorúit iskolánk aulájában lévő Györfi szobornál és a múzeumparkban lévő szobránál. Ezen a napon kerül bemutatásra dr. Kasuba Jánosné iskolánk nyugdíjas könyvtáros tanárának a cikkgyűjteménye, melynek címe a Györfi István Katolikus Általános Iskola történetének dokumentumai a sajtóban 1994-2016. Ugyancsak ezen a napon került átadásra Gulyás Zsolt prébános úr által szerkesztett a Györfi István Katolikus Általános Iskola ima és énekes könyve is. Ismételten köszönjük mindkét szerkesztő munkáját. A megemlékezést követően került sor a Hozzunk Létre Györfi Galériát rajz és makett pályázat eredmény hirdetésére. Örömünkre szolgál, hogy a Györfi Galéria több mint 50 alkotással bővült, melyek az iskola aulájában kerültek kiállításra, és a hónap végéig tekinthetők meg. A városi néprajzi és helytörténeti pályázatra érkezett pályamunkák díjazására is ezen a délutánon került sor. 24 pályázatot értékelt a szakmai zsűri. A sok értékes pályázat az iskolai könyvtár gyűjteményét gyarapítja. A hét programjai között szerepeltek a nyílt órák, a szülők és az érdeklődők számára, ahol igen szép számban voltak érdeklődők. Ebben az évben második alkalommal került megrendezésre a Mozdulj Györfi sport délután, ahol gazdára találtak az ingafutásban legjobban teljesítő egyéni és évfolyam címek. Több mint 200 tanuló mérte össze erejét, kitartását ebben a versenyben. Ma délelőtt is a versengésé volt a főszerep. A kistérségi angol nyelvi versenyen, ahol 8 településről 48 tanuló versenyzett. Nagy örömünkre szolgál, hogy a versenyzők között az Egri Főegyház megye iskolásait is köszönhettük, akik ebben az évben először csatlakoztak az English is Fun versenyünkhöz. Kedves vendégeink! A hetet a mai 18. Györfi Néptánc Gála zárja, ahol nem a megmérettetés, hanem a bemutatkozás a cél. Elődiskolák pedagógiai programjába 1997-ben került be a néptánc oktatás az akkori igazgató Pánti Ildikó javaslatára. Majd 1999-ben ő volt a megálmodója az első néptánc gálának, hagyományteremtő céllal. Ekkor még több vendégcsoport is fellépett a térség művészeti és a város iskoláiból, hiszen kezdetben szakkori formában foglalkoztak tanulóink ezzel a mozgásformával. Hamarosan egyre népszerűbbé vált tanulóink körében, és évfolyamonként a három osztályból már kettőben néptáncot tanultak a gyerekek a választható órák keretén belül. Ma a mindennapos testnevelés keretén belül heti egy órában minden tanulónk számára lehetőséget biztosítunk, hogy általános iskolás éveik alatt megismerkedjenek a történelmi Magyarország tájegységeinek néptáncaival, népművészetével, néprajzával. Erre névadónk szellemisége is kötelez bennünket. Györfi István néprajztudós kutatási területei között a népdal és a néptánc is szerepel. Úgy gondolom, ezekkel a hagyományőrző programjainkkal a népi kultúránk őrzésében kiemelkedő szerepe van tanulóinknak és nevelőinknek. Erre büszkék vagyunk.
A György István Katolikus Általános Iskola pedagógiai programjában is megfogalmaztuk, hiszen elvárás volt az iskola felé a szülők és a tanulók részéről ezeknek a jó hagyományoknak a továbbvitele, továbbéltetése. Saját kultúránk tisztelete tesz bennünket igazán magyarrá. Vallotta iskolánk névadója, György István. Ezt tesszük mi is a mai délutánon. Gondolatban keljünk útra, barangoljuk be néptáncosainkkal a történelmi Magyarország tájegységeit. György István gondolatával megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a mai délutánra. A magyar táncnak olyan sokféle fajtája volt, sőt, van még ma is, hogy elég volna ötször ennyi nemzetnek is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, kérem engedjék meg, hogy gondolatbeli utazásunk irányítóját bemutassam önöknek, a mai délutánunk koordinátora, Pallagi Bernadett tanítónő. Sok szeretettel köszöntöm, és átadom neki a mikrofont. Megköszönöm igazgató asszony megnyitó beszédét, és tisztelettel felkérem Gulyás Zsolt atyát, Karcagváros plébánosát, érseki tanácsost, intézményünk lelkivezetőjét, hozza meg velünk ünnepi gondolatait. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is kedves vendégeinket, kedves szülőket és a gyerekeket, akik ezen a mai délutánon fölépnek. Akkor, amikor az emberi életünk elindul az édesanyánknak a méhébe, akkor a legelső dolog, amit meghallunk, az édesanyánknak a szívverése, az ő dobogása. Úgy gondolom, hogy ez a dobogás végig kíséri az egész életünket, és talán a táncban fogalmazódik meg leginkább az az életöröm, amire az Úristen is teremtett bennünket. A Bibliában is olvassuk, hogy táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét, újjong, hisz ő a te megváltód. Azt gondolom, a tánc hozzátartozik az emberi életünkhöz, a mi voltunkhoz, nem csak a kultúránk része, hanem ezáltal az emberi természetünk is ki tud teljesedni. És azt is gondolom, hogy a tánc az még imádság is lehet. Mondjuk mi, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Én pedig úgy gondolom, hogy aki táncol, az pedig háromszorosan. Azért, mert benne van az egész mi voltunk, és hogyan az éneklésben ki tudjuk énekelni a fájdalmainkat, örömeinket, meg tudjuk mindazt osztani, ami bennünk van, azt gondolom a tánc is hasonló módon kifejezésre tudja juttatni mindazt, ami bennünk van. És ma a gyerekek vannak a középpontban. Én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok erre az iskolára, bár én nekem ilyen értelemben nem sok érdemem van ebben, hanem inkább a felkészítő pedagógusoknak, de a szellemiséget azt szeretnénk őrizni, és szeretnénk, hogyha ez tovább menne majd is, fejlődnénk ebben is. És azt gondolom, hogy legyenek büszkék a kedves szülők is, hiszen ez a délután kifejezéssel jutatja azt is, hogy ezek a gyerekek a mieink, és mindazt, amiben ők gazdagodnak, szellemiekben, lelkiekben, annak mi örülni tudunk és büszkék vagyunk rá. És mielőtt pontot tennék a mondandómra, szeretném megkérni az igazgatóasszonyt, hogy jöjjön ide a színpadra mellém, mert hogy tegnap volt Julianna névnapja, és az iskola fenntartója az igazgatókat Egerbe rendelte, és nem volt alkalmunk arra, hogy felköszöntsük őt. Szeretném a jó kívánságunkat az ítélőkkel és az egész iskola nevében kifejezésre juttatni. A Jóisten áldja meg az igazgatónőnek az életét, áldozatos munkáját. Köszönjük mindazt a fáradozást, amit ezért az intézményért tesz. Kívánunk nagyon jó egészséget, sok örömet és a Jóisten áldását. Zavarban vagyunk, de köszönöm szépen.
Ezzel együtt megnyitjuk a Györfi István Néptánc Gálát. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Megköszönöm Zsolt atya megnyitó beszédét. Kedves vendégeink! Kérem, fogadják szeretettel kis György Zétény, 7. B-osztályos tanulónk szavanatát. Berzseli Dániel, a táncok részlet. Nézd a táncfemeit, mind festik játszik csettel a népek lelkét, s nemzetek ízleteit. A német hármas lépéssel lejtve kering le, párját karja közé zárja, s lebegve viszik. Egyszerű a német mindenben, és csendesen örvend, egyet ölel mindig, s állatodos szerető. A kallus felegve szakik, s enyelegve kacsingat, párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt. Ez heves és virgonc, örömében gyermeki nyájas, kényeiben rendez, s a szerelemben korinc. A magyar egy pindár, valamerre ragadja rögéde, és lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit. Majd lebegő szellő, szerelemre orvad epedve, búja hevén kényes mozdulatokba szövi. Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra, és rengeti a földet. Kinizsik lát, véres hajakkal a testhalmok közt ugrani őseivel. Megköszönöm Zétény közreműködését és Posztósné Gyarmati Éva tanárról felkészítő munkáját. Kodály Zoltán szerint az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető ingyenes, mégis legszebb hangszer. Bízzunk Kodályban, hogy a legtermészetesebb, legjobb és káros mellékhatások nélküli adrenalin termelőszer ott állni vagy ülni mások, esetleg idegenek mellett, és nagy levegővel, tiszta szívből együtt énekelni. Tisztelettel felkérem kedves vendégeinket egy bátor közös éneklésre. Közönségünk darrafakasztásához kérném a színpadra Kisné Csombordi Szilvia tanárnőt, illetve Márki Réka, Nagy Emese, Békés Virág és Fábián Petra 3. K-osztályos tanulókat. Én vagyok a kulcsági fi, nékem nem parancsol senki, sem a jár.
A közös éneklés szépmelengető percei után szeretném bemutatni a mai délután főszereplőinek egyikét, a Pipás zenekart. Bíró Attila, a zenekar vezetője, hegedűn kíséri a táncosokat. Jakab Tamás, klarinét. Böröcki Endre, brácsa. Jakab Zsolt, nagydőlő. Az eddigi esztendőkhöz hasonlóan, reményeink szerint ebben az évben és az élő népzenével felejthetetlen hangulatú délutánnal ajándékoznak meg bennünket. A néptánc iránti szeretetet, megbecsülést Oroszné Milinkó Ferrita, intézményünk táncpedagógusa adja át tanulóinknak. Megtanítja a gyerekeket az igazi közösségi játékokra, neveli tanulóinkat az egymás iránti tisztelet és megbecsülés tiszta érzésére, a művészetek befogadására, értésére és művelésére. Szakmai munkájában elsődleges fontosságúnak tartja a hiteles adatközlőktől való tanulást, a tiszta forrás. A mai napon bemutatkozó csoportok koreográfiájának összeállítását és betanítását neki köszönhetjük. A szülők nevében Szabóné Fábián Éva, a szülői munkaközösség elnöke, virágcsokorral köszönti a mai délután megszervezőjét, Oroszné Milinkófer Rita táncpedagógust. A tánc örömet okoz már kisgyermekkortól kezdve. Színesíti a lelket, boldogságot, harmóniát teremt a gyermeki lélekben. A néptáncvilág és a győrfigálák üde színfoltját jelentik mindig a legkisebbek, akik nagy izgalommal várják első bemutatkozási lehetőségüket, és gyermeki lelkesedésükkel mindig mosolyt csalnak arcunkra. Következzenek legkisebbjeink, az első A-osztály tanulói. Már műsoruk címe is varázslatos. Ekete-pekete cukotapé. Kérem az osztály képviselői, fáradjanak a színpadra. A tánc felszabadít, örömet ad, és nem mellesleg kiváló testmozgás. Tánc közben nincsenek rossz gondolatok, csak mosoly, ritmus, boldogság. A tánc a legjobb játék a világon. Akár erre, akár arra,
És kívánom nektek, hogy továbbra is ilyen bátran, igazi táncosként szerepeljetek az elkövetkezendő néptáncgálákon. Kérem a csoport képviselőit, vegyék át az első fellépésetek alkalmára készített ajándékokat és az emléklapot. Második tánc csoportként fogadják szeretettel a felső tagozatos Györfi Néptánc szakkör bemutatkozását. Szakkörű csoportunk 5. osztálytól 8. osztályig fogadja heti egy alkalommal a néptánc iránt komolyabban érdeklődő tanulóinkat. A szakkör tanulói rendszeresen képviselik intézményünket különböző városi és regionális ünnepségeken, megemlékezéseken. A mai délutánon szilágysági táncokat mutatnak be.
első tagozatos Györfi néptánc szakkör hangulatos táncát. A zene és a tánc iránti elkötelezettség, a közösség és a társaság szeretete szinte kivétel nélkül jellemző minden táncosra. Igaz ez a megállapítás a most következő második B-osztály táncos lábú leányaira és legényeire is. Műsoruk címe: Két szál pünkös drózsa. Kérem az osztály képviselőket a színpadra. Kedves közönség! A mi osztályunk egy eleven izgő, mozgó osztályközösség. Nagyon szeretünk verselni, énekelni, mozogni és persze táncolni is. Rita néni óráit mindig nagyon várjuk, mert ott mindezt gyakorolhatjuk. Előadásunkkal szeretném megköszönni felkészítő munkáját. Fogadják szeretettel a második B osztályt. Oh.
osztály hangulatos táncát. Kérem az osztály képviselőit, vegyétek át a mai nap emlékére készült ajándékokat és emléklapot. Hagyomány iskolában, hogy a legkisebbek első fellépésük emlékére egy népviseletbe öltöztetett táncos párt kapnak a második évfolyam tanulóitól. Kis elsőseink egy évig óvják, őrzik, vigyáznak a babapárosra, hogy jövőre átadhassák a legkisebbeknek. Az ünnepélyes átadáshoz szeretném, ha a két évfolyam képviselői feljönnének a színpadra. Ezt a babát megőrzésre átadjuk. Ezt a babát megőrzésre átvesszük. Óvjátok, vigyázzatok a babapárosra! A felső tagozatos tanulók Rábaközi, Jássági, Délalföldi, Szatmári és Erdélyi táncokkal foglalkoznak. Fontos dolognak tartjuk, hogy tanulóink a folklór történeti fogalmakkal, jeles napokkal és szokásokkal is megismerkedjenek. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, énekeit, jellegzetességeit, stílusát. A most következő 5. B-osztály első előadásában a Rába közt egyik legjelentősebb régi stílusú táncát, a dúst láthatjuk. Kérem a csoport képviselőit a színpadra. A néptánc számunkra nem csak a koreográfiát és a lépések megtanulását jelenti, hanem ismerkedés saját és más népek kultúráival. Sok emlékkel gazdagodtunk eddig is az évek során, népdalokat, népi játékokat, ugrós motívumokat ismerhettünk meg Vitalini segítségével. Mai alkalomra Rábaközi táncon érkeztünk. Kérjük, fogadjanak minket szeretettel! Thank you.
5. B osztály előadását, kérem az osztály képviselőit, vegyétek át a számukra készített ajándékot és az emléklapot. Általános iskola szülői közössége, önök fontosnak tartják gyermekeik megismertetését nemzeti és kulturális hagyományainkkal a néptánc segítségével. Hiszen a magyar néptánc gyakorlása, vagy csupán annak szeretete mindenképpen egy összetartó közösség tagjává emeli a gyerekeket. De nem csak a néptánc, hanem a szülőktől, nagyszülőktől hallott mesék, énekek, balladák mind segítenek abban, hogy a jelen fiatal nemzedéke megismerhesse, majd a későbbiekben továbbadhassa nemzeti kultúrán kincseit. Következő fellépő csoportunk a 6. B-osztály tanulói közössége, akiktől dél-alföldi ulágost láthatunk a mai délutánon. Kérem az osztály képviselőt a színpadra fáradni. Tisztelt közönség! Rita néninek köszönhetően nagyon sokat fejlődtünk az iskolai néptáncórák során. Osztályunk nagy örömmel már lassan 6 éve néptáncol. Szerintünk egy nagyon látványos táncot sikerült létrehoznunk. Reméljük elnyeri tetszésüket, amelyet tapsal jutalmazhatnak.
B osztály pontos precíz előadását, azt gondolom ez a vastaps nektek szólt és megérdemeltétek. Kérem az osztály képviselőit, vegyétek át a számotokra készített ajándékot és a névlapot. Kedves vendégeink! Gálaműsorunk első részének záró csoportjaként fogadják szeretettel a 4. A osztály közösségét. Műsoruk címe: Hol jártál az éjjel, cinege madár? Kérem az osztály képviselőit a színpadra. Kettőt erre, kettőt arra, kettőt jobbra, kettőt balra, az őrségi szép dallamra, a nagyanyám kis így szokta, sok szoknyában büszkén ropta. Kettőt erre, kettőt arra, bizsergett a csizma talpa, magát múlthoz leláncolva, nagyapán kis így táncolta. Csizma kapva meg nem unja, lengedez bőinge ujja, táncolt jár az édesapám, forog vele édesanyám. Te légy balra, én megy jobbra, hadd pörögjön az a szoknya, hadd vásson a csizma sarka, kettőt erre, kettőt arra. Fogadják sok szeretettel és nagy tapssal a 4. A osztály műsorát. Táncosok, a Hol jártál az éjjel, cinege madár című dunántúli ugróst adják elő. Thank you.
negyedik osztály színvonalas műsorát. Kérem az osztály képviselőit, vegyétek át a számotokra készített ajándékot és emléklapot.